vállalatcsoport 2008-as alakulásakor már feltett célunk volt, hogy a növekedés pénzügyi hátterét a lehető legnagyobb mértékben a tőkepiacokon keresztül fogjuk megteremteni. Ennek a folyamatnak fontos, bár nem kizárólagos eleme ez a mostani elsődleges részvénykibocsátás. Hosszú utat tettünk meg idáig. 2010 óta listázza a részvényeinket a Budapesti Értéktőzsde. Az elmúlt 6 évben éltünk, léteztünk a tőzsde szabályai szerint. Túl vagyunk több sikeres kötvénykibocsátáson, és a vállalati papírok értéke az elmúlt években több mint megduplázódott. Meggyőződésem, hogy a tőzsdei lét minden vállalat számára presztízst jelent, ugyanakkor számos dolgot megkövetel, és számos dologra megtanítja a vállalatot és a vállalatnak a vezetőit. A megfelelő jelentési folyamatok betartása, a minőségi beszámolók elkészítése, amit ugyanakkor nem szabad nyükként, hanem inkább értékként elkönyvelni, hozzátartozik a hétköznapjainkhoz. A tőzsdei lét tekintetében ez igazából azt is jelenti, hogy a finanszírozási források megteremtése mellett talán a legfontosabb érték a transzparencia, ami minden fenntartható vállalatvezetés alapja. A transzparencia bizalmat épít, és a transzparencia önbizalmat ad. Ezeknek az elveknek a mentén szeretnénk a továbbiakban is működni. Hiszem, hogy az Alteo egy jó tőzsdei midcap történet lesz, és bízom benne, hogy sok hasonló méretű magyar vállalatot ösztönöz majd, hogy kövesse az Alteo példáját, és lépjenek a Budapesti Értéktőzsde parkettjére. Ezúton szeretnék minden befektetőt, aki megtisztelt minket a bizalmával, biztosítani arról, hogy az Alteo nem áll meg. Folytatjuk az eddig megtett utat, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a mai kereskedés indító csöngetést még minél több hasonló alkalom kövesse. A Budapesti Értéktőzsde és a befektetők támogatásával megyünk előre, valósítjuk meg a projektjeinket. Szeretnénk hozzájárulni hazánk legnagyobb iparvállalatai energiastratégiájának és ezáltal versenyképességének a megőrzéséhez, felépítéséhez, illetve a Magyar Nemzeti Megújuló Cselekvési Terv végrehajtásához. Tehát még egyszer mondom, ami a legfontosabb, köszönjük a bizalmat, nem állunk meg, megyünk tovább az úton. Köszönöm szépen!